Sziasztok, üdvözlet titeket, Sanya vagyok. Ez egy újabb Farming Simulator 15-ös rész, mink pedig a Gold Edition DLC változatában, és ez pedig a 14. rész. Az előző részben megvettem ezt az etort, illetve ezt a homlokra kavaró szerkezetet, illetve néhány darab ilyen hát villát, kanalat, meg amit vödörnek ír, illetve különböző szalmafogó szerkezetet, tehát tüskét, illetve bálafogót. Illetve megcsináltam két darab feladatot. Most annyira megtetszett nekem ez a feladatozás, hogy szerintem ha lenne, akkor csinálnék, igen. Tehát most várnom kell 2 percet, hogy legyen meló. Illetve most az előző részben megnőttek a terményünk, tehát maga a kukorica. Hát mi csak egy ilyen kicsi szerkezetem van, és teljesen gazdaságtalanul aratja nekünk lefele, de növelni kéne nekünk a termény állományunkat, mert jelenleg nagyon kevés terményünk van, kukoricából van csak 41 ezer. Most semmilyen akció nincs, tehát nem tudok leadni semmit, amúgy sincs semmim. Úgyhogy ezt most learatom, ezt a kukoricát, mármint automatán, tehát a munkásaink fogják leszedni. Időben hogy állunk, hogy be tudjuk-e fejezni a vetvényezést? Elő van az időjárás jelentés. Jó, csak kedden fog esni, 3 nap múlva fog esni majd eső. Mivel leállítottam az időt, mert ilyenkor ne nőjön, ne vonja lefele nekünk a hitelt, így. Közben ez induljon el. Így még bele fogunk férni az aratásba. És ha már a hitelről van szó, az melyik is az inzergomb? 200 000 kölcsönt már felvettünk, és természetesen nem csökken a hitel, csak akkor, ha visszafizetünk. Most még egyelőre nem akarok visszafele fizetni, mert azt a napi 842-t azt még ki tudom fizetni. Szinte a játékot is végig lehetne vinni így, hogy ekkora hitelünk van, mert mondom, nagyon minimális ott volna nekünk. Cserébe nem csökken az összeg. Na ez itt szépen nekünk aratja lefele. Bepermeteztem a terményültetése után a földet, tehát többet fogunk majd kapni. Innen majd ráállok a utánfutóra, hogyha megtelik, akkor tudjuk leszedni a kukoricát a kombájnból, leereszteni. Ezzel oda is állok. Mivel ennek a szára nem hasznosítható, úgyhogy itt összedarálásra kerül. Itt látszik, hogy szórja szétfele, tehát ezt nem fogjuk tudni összeszedni. Ennek nem olyan szára van, hogy szalmának lehessen használni. Jó. Na, őt szeretném most, ővel szeretnék menni. Ja, megnézem, hogy van-e meló, mert azóta már szerintem, sőt, biztos, hogy eltelt 2 perc, mióta néztem, és nekünk 2 percenként adják a feladatokat. Na, ervető. Na, van 1300... Ez nagyobb összegben van, és 9 percünk maradt. Ezt simán elfogadjuk, és mit kell csinálni? Cirkuszosok zebrája elkorrobbott közeli szemszáll, és ki neki pár doboz fekete festéket, hogy becsik az Úristen. Jaj. Na ezen besírtam. Egy lovat be kell csíkozni festékkel. Jaj. Szóval sem jutok, hát besírok ettől. A lovat becsíkozni. Na, mindegy. Nézzük 9-es térkép, merre kell menni. Hát ezen az úton nagyon-nagyon-nagyon messze. Sőt, ha okosan csináljuk, akkor itt átvágunk a hidon, és akkor csak egyenesen kell menni, és akkor nem kell olyan hosszú távot kerülni. Hops, mit nyomtam? Nem F9-et kell nyomni, csak simán 9-est. Itt átmenjünk a hidon, és akkor ott legalább közelebb vagyunk hozzá.
Miért nyomom én mindig a gázt, ha benyomom a tempomatot? Na, így ni. Na jó, az a kis híd, hogy ide rakták. Gyorsabban meg tudjuk közelíteni a messzebb lévő támpontokat. Menjünk, felveszük a fekete festéket. Kár, hogy nem látjuk, hogy a lovakat hogy festik be. Terem. Ja, fehér lovakat fognak befesteni. Vicces. Még azt akartam volna megnézni, hogy valahol láthatjuk-e, hogy milyen munkát csinálunk most jelenleg. Hírben nem találjuk meg, itt biztos, hogy nem lesz, itt se, itt se. Nyelg alkalmazott munkás játékidő. Ja igen, 34 óra játék van már ebbe a mapon. És már megint nyomtam a hármast. Úgyhogy rengeteg videón kívül felvétel? Videón kívül rengeteget voltam ezen a mapon. De ne higgyétek, hogy csak játszottam, hogy közben mellette filmet néztem, addig aratta lefele meg mindent. De hát ez a nehezítettel tényleg meg van bonyolítva az ember dolga. Meg van nagyon nehezítve. Hát végülis nem is nehezítve van, inkább azt mondanám, hogy meg van szivatva. Mert nehéznek nem nehéz, csak sokáig tart egy-egy művelet végrehajtása. Mert kb. Tizedáron vannak a termények is. Milyen szép égboltunk van közben, naplementébe. Lehet ezt, hogy ezt megcsinálom, és akkor lehet felpörgetem az időt, csak is azért, hogy világos legyen. Na, melyik oldalról kell megközelíteni? Túlmentem, ne! Kicsúsztam a... Na, akkor lefele tudok menni? Na, ez jó, jártam. Segítsünk a villával. Megoldjuk. Nem akarok már visszateleportálni. Na, zsír. Ezért jó, homlokrakodós. Ne, jön a vonat! Ne! Hol jön a vonat? Ja, én miattam engedte a salopót? Engem érzékelt vonatnak? De tényleg mindjárt jön a vonat. Meg úgy családtam vonatot ebbe a játékba. Ja, ott van hátul a parkolóba. Na, nem kell itt rallizni. Na, egyenesítsük ki ezt a villát, és akkor álljunk rá egyenesen. Mert gyorsan be kell festeni azt a lovat. Nehogy rájöjjenek, hogy eltűnt a zebra. Ja, mindig a másik gombot nyomom. Még olyan gépeim nincsenek, hogy a másik gombot lehessen használni a egeren. Oké. Jó, na. Induljunk a... Azt mondja, ha itt elmegyek arra fele, amíg akár visszafele is mehetnék, hát nem tudom melyre. Hát lehet, hogy erre a földúton rövidebb. Arra megyünk, ahonnan jöttünk. De még mindig nem jön a vonat? Le van ereszve mindig. Appa! Elnézést! Nem láttam a térképtől, hogy tetszik jönni. Na, itt az erdőnél balra majd le kell fordulni. Na, ezt eltüntetjük innen, lássunk is valamit azért. Nyomunk egy tempomatot. Úgyhogy, és kacok, van 34 óra ebbe a mapon. Na, mondom, mellette közben filmeket néztem, meg minden. Miközben mentek a aratások. Na, itt hogy kell átvágni? Ja, ott van. Nem jön senki? Nem? Jó. Az még messze volt. Nem itt, hanem a következőnél kell felmenni, ahol már tényleg erdő van. De nem is baj, ha megyünk visszafele.
Legalább nem leszünk olyan távol a bázisunktól. De jó kis ez a kis hegyes terület. Úgy van sok zöld. Lehet majd jönni kaszálni. Az mindegy, hogy ilyen dimbes zsombos, de legalább nem sziklás, mint itt. Na, legalább már látok dombokat, mert mondtam, hogy nagyon lapos ez a map, amit ide raktak nekünk. Ebbe a Gold Edition DLC-be. Akkor mindjárt itt lesz egy bal hirtelen kanyar fel. Na, hol vannak a lovak? Lovakat akarok nézni. Nem vagy senki se. Most gázadás vagy fékezés nélkül leadom a cuccot. Itt át lehet vágni, de jó. Mindegy, menjünk vissza. Szerintem... Ja, így rövidebb, ha erre fele megyünk. Tehát megyünk mi is, akkor ott is vagyunk a bázisnál. Na, nekem tetszenek ezek a melók. Hát, ha megint ilyen kis poénos dolgot írnak ki. Ezt nem értem, lejtem lefele, miért nem megyünk gyorsabban? Ennyi a max teljesítmény, viszintes úton, de lefelé a lejtőn is ugyanannyi. Menjünk át a rozoga hídon. Még a hínár is ott van, de jó, meg van animálva. Ez mi? Trafóház? De jó, nem is néztem még eddig. Mit jelent piszkos? Sok járástól? Jó, na azt mondja, hogy elveszett podgyász 5 perc, 7 perc. Még azt szerintem azt meg tudjuk csinálni. Egy helyi gombatermesztő nagy mennyiségű UV lámpát rendelt. Na, vigyük el az UV lámpákat, hát ha összetörik. Egyszerre csak egyet. Ne zavarjon össze minket. Igen, igen, látom, hogy 82%-on van a kukorica a kombányba, de most egyelőre ezzel a feladattal akarok végezni. Azt mondja, hogy... Mit akartam? Ja, térkép. Arra megyünk. Na, itt ki is jutunk pont oda. Biomassa hőerőműhöz. Akkor csak itt le kell menni. Ahol át szoktam vágni. Aha. Ja, ott szoktam átvágni a körforgalomhoz. Csak nem kell vele menni a körforgalomnál. Na, valószínűleg ez a rész is egy ilyen küldetéses rész lesz. Ezt ilyen újdonságnak látom én ezt a játékban. Igazából a régiben is volt, amit a nem Gold Editionben. Csak ott egyáltalán nem volt rá szükség ilyen kisebb pénzekre, de inkább magának ezt a folyamata tetszik nekem. Meg majd szerintem kipróbálom azt a homlok rakodónál azt a villát, hogy fel tudom ezt szúrni benne a pajtába a szalmabálákat. Hogy azok létezik, vagy ez csak ilyen kinézetre van, hogy oda kell pakolni. Ezt majd kipróbálom. Elméletileg ebbe a helyiségbe lesz, csak itt nem tudunk bevenni. Ott van valahol szembe. Igen, a hátsó parkolóban, akkor menjünk körbe. Fatelepen UV lámpa. Látom is a kis csomagomat. Illetve, ha már így ilyen rakodásban vagyok, de elnézzük a bárányokhoz is.
és akkor elvisztük a gyapjút, mert Ivettővel megnézem, hogy mennyi gyapjú van már. Azt mondja, hogy 63% gyapjú van. De is 773 liter. Tehát van még a előttük fű, mert füvet raktam eléjük. Ezt picit fentebb emelem inkább, mint borítom. Óvatosan, mert összenetörjük a lámpát. Na. Irány akkor a kék paca. De arra lehet menni? Arra is van út. Na, mindegy, nézzünk körbe. Még úgyse voltam ezen a telephelyen. Mármint itt hátul, mindig csak elől mentem el. Aha, körbe lehet menni itt is. Na, azt mondja, hogy ha arra megyek, akkor hova kell menni? Pontosan. Ha itt elmegyek jobbra, aztán balra, akkor csak pont oda fogok kijutni. Mondom, nem erre. Előbb arra ki kell menni oda az útra. Na, végülis erre is mentem volna, mindegy. Átvágunk, mert... Miért ne? Traktorral vagyunk, akkor bér az úttesten menjünk. Jó, itt meg elmenjünk balra, és akkor már csak egyenesen kell tovább haladni. Ezt leszállítom, utána gyorsan megcsinálom azt, hogy a kombányból ereztem a kukoricát. Csak meg akarom kapni az időbónuszt is, azért nem akarok most áttérni oda. Utána meg szerintem elmegyek a bárányokhoz, és elhozom onnan a gyapjút. És leadom. Nem tudom, hogy ahhoz kell-e tehergépkocsi, vagy csak simán így elvihetem a raklapokat. Meg majd mindjárt megnézem, hogy lehet-e kapni tehergép, vagy ilyen teherautót, amire fel lehet pakolni az ilyen raklapos árut. Hát földet azt még nem tudok most még egyelőre venni, mert ami mellettem a földet akarom megvenni, de ahhoz meg 200-val mennyi ezer kell. Hát most már körülbelül úgy áll a gépekkel, hogy lehet, hogy ezt már meg is tudom majd csinálni, ezt az összeget. De ahhoz meg itt rengeteg órát kell aratni, meg mindent csinálni. De itt legalább már nem lesz annyira egyhangú, de tudok mindenfajta dolgot csinálni. Még az alkalmazottak csinálják a földet, haratják, szántják, illetve vetik, addig én tudok másra is foglalkozni. Mit például ezt az UV lámpát elvinni, és nem összetörni. Na, itt kell valahova lerakni, csak hol menjek be? Itt be lehet menni, nincs kerítés. Na, egyre jobb. Oké, és akkor most 9-es, mennyire vagyunk messze a bárányoktól. Hát itt visszafordulunk, és akkor lemegyünk teljesen a körforgalomig. És akkor ott kimegyünk a bárányokhoz. És akkor felvesszük a gyapjút, mihez szálltam ki. Épp, hogy elfordultam. Most is épp, hogy elmentem mellette a traktorra, hogy ne törjem össze. Na, megyek, barikák. Van egy pár szerkezet ezen a traktoron. Emelő szerkezet, meg homlokrakodó is. De jó, ott van a fejem. Ha még én nyomtam a gázt, na, lenyomjuk a gázt, hagyd menjen a tempomat. Jó nap volt. Ja, amúgy nézők írták, ez a kb. Vagy 6 részsel ezelőtt, most reagálok rá, hogy a numpadon lehet irányjelzőzni. Az 1-es a balra, a 2-es a elakadásjelző, a 3-as meg a jobbra.
Annyira nem akarok irányozni, mert ez saját gépemen fut, nem szerveren, tehát nem kell senkinek se jeleznem. A botokon kívül, hogy merre megyek. Na, így vezetek, akkor ez így ilyen másképp néz ki, más játéknak. Meg így látszik, hogy milyen lassan megyek. Úgyhogy inkább váltunk erre. Ez még nem olyan piszkos, mint a másik, még az üvegen is kilátni, lábnyomom sincs. További gáz nyomva. Ott egy rádió. Hoppá! De ahogy mondtam, azt mondja, a kőforgalom igen, és akkor ott majdnem a hazafele menetre kell menni. Arra szembe kell menni. Németek, át kell menni a folyón. Úgy van. Megyek, bárányok. Megnézem ki közben, hogy fogyott el nekik a fű, amit elé raktam. Kell-e még biztosítani, mert a másik utánfutóm az most jelenleg tele van. Na, itt van már szembe a bárány istálló, hogy azt mondjam. Na, kitér ki hamarabb. Majd még ezt megnézem, hogy ide le tudok-e adni füvet. Mert ezt se próbáltam még ki. Már elég magasan van a gyapjú tartalom. Na, először is megyünk a ezzel, leakasztjuk ezt, és akkor, ja nem, van még egy traktorunk, el is felejtettem, azon már az utánfutó van. Na, már tiszta búzsúly vagyok, ilyen sok eszközöm van. Sőt, ha már... nem. Gondolkoztam, hogy itt már közben tárcsázom is felfelé, de nem, mert ez nagyon lassú ez a szerkezet. Ez a kombájnol, ez a elő... ez az arató szerkezet. És... na... és utol fogja érni. És a tárcsázós meg feltárcsázza azokat a részeket, ami még nincs learatva, úgyhogy inkább azzal nem kísérletezek. Amúgy ezt most milyen vártam meg, mindegy, mert itt is hagyhattam volna, mert ha nem megyek rá. Másik gépe, akkor nem is lesz útba. Mindegy. Na, ott jártam, hogy a barikáktól elvisszük a gyapjút, és megnézzük, hogy hova kell leadni. Csak szépen ráállok először. Na, úgy né. Mehetünk előre. Oldalájában megfelelő, magasságra egy picit lentebb. Még egy picit kiegyensítjük. Ha, mindegy, majd felcsúszik, vagy nem. De. Na, elméletileg most látni valamit? Nem, nem látni, hogy gyapjú van nálunk. Hanem megnézem a 9-esre, hogy merre kell venni. Azt mondja, hogy ne kell venni a kőforgalomig. És akkor aztán a második kijáratnál le kell térni. Na, arra még úgyse voltam. És akkor leadjuk a gyapjút. Na, egy kőforgalom. Első, második kijárat. És akkor itt nézzük meg, hogy merre van a
gyapjú leadó hely. Már van 4 darab. Ilyenkor eltűnik nekünk az, hogy igen, eltűnt, 0% van most ott. Minden, ami a utánfutón, illetve a gépeken van, az nem számolja bele a játék tárolásra. Na nézzük, hogy meddig kell még menni. Még elég sok folyó után lesz egy utca jobbra. Egy földút. Ez mit micsoda? Ez a szűk. Ja, vízerőmű, de jó. Itt jobbra, és akkor ott fent kell valahol bemenni. Gondolom erre a sárgára kell lerakni, mi? Aha, el is tűnt. 1500-at kaptunk. A semmiért. Hát úgy semmiért, hogy... Nem kell a bárányokkal úgy foglalkozni, mint a szarvasmarhákkal. Azok csak úgy ott vannak. Csak néha-néha valamilyen terményt kell adni nekik. De majd valószínűleg adok nekik én is szilást. Amikinek kinek volt elsősége? Neki. Nekem kellett volna megvárni, mindegy. Már nekik is fogok majd adni a bárányoknak jobb terményt. Végis termékenység 100%, akkor nekik elég a fű. Mert ha megnézzük, a csirkéknek nem kell semmi. Azok csak tolják a tojást. Jó, azért vannak ilyen költségek. Mindegy, jószág fenntartási költség alapból van. De van nekünk egy ilyen, hogy a birkáknak akkor vagy fű, vagy széna, vagy szalma, vagy szilás, vagy a kevert táp. Ha megnézzük a szalvasmarhát, azt ott meg rendesen kell. Kell szalvasmarha. A termelékenységét tudjuk szabályozni a kevert táp, a szilásra, meg a fűvel, a szalmával. És biztosítja nekünk a tejet, a trágyát, illetve a trágyalevet. Hát ezt majd később megnézzük. De velük is el lehet foglalóskodni rendesen. Na, a bárányoknál elfelejtettem megnézni, hogy mennyi van a vájúba. Szemrevételezésre akarom, mert így nem látom, hogy most 773 liter, nem tudom mennyi maximum, ami beletölthet-e. Mert amikor öntenem belefele, akkor úgyis megmutatja, hogy mennyit lehet maximum beleönteni. Meg kiírja, hogy 6 napig nem kell etetni a bárányokat. Annyi fér a vájúba fűből, hogy 6 napig megfelelő nekik az az élelem. Na, úgyis itt vagyunk már a bárányoknál. Közben nem volt még újabb gyapjú. Aha, fogyóban van, már alig van benne. Úgyhogy szerintem... Na, de szerintem ezt itt is hagyom egyelőre, ezt a geput. Hanem ezt itt leakasztom, és megfogom a füvet. És viszek le egy kis füvet nekik. Múltkor mutattam ezt a kaszálom, utána összehúzom, utána a füvet felszedem. Megcsináltam úgy, hogy leszettem előre a súlyt, odaadtam a fűkaszát, mögöttem volt a... ez az utánfutó, és míg az egyik sort nyírtam, addig a másik sort szedtem felfele. Ha már így is úgy is végig kell menni azzal, hogy lenyírom, akkor már egyből fel is szedem. Na, merre kell venni a bárányokhoz? Elfelejtettem. Pont a másik irány. De ügyes vagyok.
Fordulj már meg. Egy pici sarkacs beleakad ide. De, mintha a múltkor itt jöttem volna vissza fel. A körbe mentem? Na, voltam egy fuvarral. Az a baj, amúgy ezzel a folyóval, hogy itt elválasztja nekünk itt a területünket rendesen, hogy van rajta 2, 3, 4, 5 híd. Ebből az 5 hídből az egyik vasúti, 2 lent van, és mi csak egy hidat tudunk fent használni, meg egy fahidat, amit át szoktam néha menni. Úgyhogy érdekes ez a folyó itt mellettünk. Nagy szépen megetettem a bárányokat még a mai részben. És akkor utána be is fejezem az epizódot. Hagy termeljék nekem a gyapjút, mert azért 1500 nem sok, de nem kell vele annyit foglalkozni, és szinte nem is kell vele foglalkozni. Ha majd lesz felesleges traktorom, lehet, hogy már most ott hagyok egyet, és akkor mindig csak etetni kell. Hát végül is azért lettik most ki a vályóból, mert sokszor tekeltem az időt, és ha végül is úgy adják a gyapjút, ha tekerjük az időt, mert így sose fognak adni. Na, nekem tetszik ez a vízfolyás is. Mert mindig naplemente van? De sokáig tart. Főleg, hogy le van lassítva. Végis most az igazi real time van. Na, ezt akartam megnézni, hogy ha én ezt a füvet ide le tudom adni. Kirakodás. Na, megetettem a bárányokat, és utána ezt a füvet leadom, és kíváncsi vagyok, hogy mennyit fogok érte kapni. Na most 100%-on van nekem az utánfutó. Látszik is a jobb alul. Ó, de jó, hogy itt ez a tábla. A kúa kirakodás, ugye? Igen. Na, megtöltjük a... Jó, ennyi volt. Ennyi fért a... meg is nézem. 1806 fér bele. Ha most kirakadnám rakni, akkor itt írja, hogy 6 napi ellátásra elegendő nekik. Úgyhogy megfogom az összes füvet, és leadom. És most van 95%. Mármint 20 000. Az nem tudom, hogy mennyire mennyit fogunk érte kapni. Csak kíváncsiságból. De lassan aragolja kifele. Futószallag. Jön az arcomban sok fű. Na, megy azért felfelé rendesen az az összeg. Ó, még megéri fűvel foglalkozni? Ja, nem, ez is ezret ad. Na, hát akkor magával a gyapjúval is, meg ezzel is 1000-1500 kapunk. Nem volt el az utánfutó. Na, ennyi fért volna a mai részben. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot is, majd a következő résszel. Addig is, sziasztok!